Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra a csatornámon, én Petra vagyok, és a mai napon folytatom Vincent történetét. Ez ugye a másik történet a Kertvárosi Krónikákon belül. És az előző részben elmentünk bowlingozni, a legelején szakítottunk a barátnőnkkel, mert 3 hét után össze akart velünk házasodni, és ebből a 3 hétből 2 nem is töltöttünk együtt vele. Aztán a barátunk Greg elhívott bowlingozni, ott megismerkedtünk Naomival, és kiderült az is, hogy a volt barátnőnk Samantha az egyik vetétársunkkal randizik, és most itthon vagyunk, és jön nekünk egy csomag. Úgy tűnik, a 8. golyó a tuti pool asztal, amit a Szimbéjjel rendeltem, megérkezett. Szimbéj, értitek? Szimbéj. Szóval rendeltünk egy biliárdasztalt, amit ide szépen kirakunk. Szerintem ennek pont itt van a helye, ide tervezték. Viszont Vincent nagyon rosszul van, úgyhogy most foglalkozok egy kicsit a szükségleteivel, mert ez így katasztrófa, kérem szépen. És majd jövök, hogyha megkapjuk az újabb feladatunkat. Naomi megadta a számát tegnap este, azt hiszem elhívom egy randira a Szirtes Parkba, de jobb, ha előbb átöltözök. Átöltözik, de mire öltözzek át? Szekrényre átöltözik, én értem, de mire? Gondolom alkalmiba akkor, mondjuk még gyorsan pipíni. Miért is állnék meg itt? Annyira menő ez az új ruha, akár a külsőmet is megváltoztathatnám. Változtasson a megjelenésém. De nem akarok, mert nekem ez így tetszik egyébként. Mi van, ha nem változtatok rajta semmit? Na, az is jó. Most már ezzel a szép új külsővel elé meghívom Naomit a Szirtes Parkba. Jó, hogy is kell? Fuvar. Szím elhívása közterületre, és... Naomit szeretném elhívni. Elfogadta, és várj, hova kell menni? Remélem csak egy park van, mert nem tudom, hogy melyik parkba. Szirtes Park. Igen, csak ez van. Egyébként Vincentnek van 2.829.311 szimoleonja. Az igen. Az nagyon sok pénz. Fura, hogy csak ekkora háza van. Jó újra látni Vincent. Köszönöm, hogy eljöttél, annak ellenére, hogy későn szóltam. Hát nézzétek meg, milyen csodaszép ez a lány. Hát ez elképesztő. Nem vagyok hozzászokva az ilyen randikhoz, de úgy érzem, tényleg tetszik ez a lány. Rá kellene szánnom némi időt, hogy jobban megismerjem. Naomi megismerése. Oké. Jó vagy a My Shuno-ba. Jé, My Shuno. Mint San My Shuno. Az egy játék akar lenni? Nem is tudtam. Jó vagy a My Shuno-ba, Vincent? Szerintem porhanyósra... vernénk azokat a városiakat. Nem vagyok benne túl jó, de tudod, mit próbáljuk meg. Ez a My Shuno. Hol van? Itt. Oké, játszom. Hagyjuk az interakciókat. Játszunk. Az én My Shuno technikámmal és Naomival együtt verhetetlenek leszünk. Ez valami ilyen, mint a bingo. Olyan, mint a bingo szerintem. Aha, ott van a kis izé is. Ő Vincent, ezt nem néztem ki belőled. Cseveg Naomival. Beszélgetés Csevej. Pár pillanatnyi Csevej Naomi a játékról és arról, hogy mennyire remek csapat voltunk. Remekül szórakoztam, és micsoda szoros meccs volt. Ó, te jó ég. Rólunk pletykálkodik a csaj. És most ide jön hozzánk az a Kendra Blaze, akivel pletykált, vagy hogy is mondjam. Nagyon jó volt látni téged múlt éjjel, Vini. Itt van neked ez a néz az X akármire fákja, hogy legközelebb még forróbb legyen a hangulat. Megvan a számom, ha esetleg meg akarnád ismételni. Később találkozunk, Tigrisem. Ne már! Sajnálom, Vincent, azt hittem, valami különleges van köztünk. De úgy tűnik, te csak játszottál velem. Nem! Ne menj el! Naomi! Ki ez a lány? Ez rémes, én igazán kedvem Naomit. Jobb, ha hazamegyek és összeszedem a gondolataimat. Ne már! Ne már! Na, az emlék, mindenki tönkretesz minden, mindegyik sorozatba. Harmadik fejezet. Megvolt az első randim Naomival, de nem éppen úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Nem elég, hogy totál beégettem magam a másinóval, de aztán egy furcsa lány odajött megköszönni a randinkat, ami valójában sosem volt. Pont Naomi előtt. Naomi meg elviharzott, és még csak esélyt sem adott, hogy megmagyarázhassam. Hát igen, akkor szerintem egyébként most megint csak ilyen szükségleteket kell felvinni, meg ilyesmi dolgokat, úgyhogy jövök majd, hogyha történik valami, bár Vincentnek elég sokat kell zabálnia, mert nem igazán akar fölmenni az éjsége, úgyhogy elég sokat kell ennie ahhoz, hogy
hogy fölmenjen. Oké, Sherman hív minket, azt hiszem ő, igen. Csak emlékeztetlek, a SimSat 9000 távközlési műhold ma Bitwheel fölött fog keringeni, hozzátenném, hogy a projektünk remekül halad. Remek. Reggelizzen sült édes tésztát. Valószínűleg el fogja egyébként égetni. De nem baj. Fel kellene hívnom Nahumit és meggyőzni, hogy adjon még egy esélyt. Megyünk azt hiszem munkába. Egy helikopterrel. Oké. Hát ne problémázz ezen. Egy kvali helikopterrel jársz dolgozni, és még ezen problémázik, hogy hangos. Hát ez beszarás már, elnézést. Oké, akkor majd felhívjuk Naomit, amikor hazaért víz. Hello, ez Naomi üzenet rögzítője. Nem tudom, mit tehetnék Naomival kapcsolatban, lehet, hogy megszűri a hívásait. Hát lehet, fiam. Ki tudja? Talán Naomi küldött e-mailt, menjek, megnézem. Egy új e-mail üzeneted érkezett, vagy mi? mit duálok? Egy új e-mailed érkezett. Hello! Olyan fickónak tűnsz, aki tudja, mi kell a nőnek. Találkozzunk az Arcadium plázában 6-kor. Biztos vagyok benne, hogy remekül fogjuk érezni magunkat. Egyszerűen imádom az ajándékokat. Sasha. Ez mi a csuda? Greg nem tréfált a társkereső honlappal kapcsolatban, és a profiában lévő képről ítélve ez a Sasha egész csinos lánynak tűnik. Inkább elrendezném a dolgokat Naomival, de azt hiszem ő mellőz engem. Megint telefon. Válaszoljon. Miért ne? Akár ki is csíphetném magam, és lássuk, milyen ez a Sasha. Egyébként tényleg csinos lánynak tűnik. Egy rúzs. Komolyan. Úristen. Oh, nem. Csinosítson magán. Felejtsük el Naomit. Egy buta félreértés miatt vesz semmibe. Jobb, ha sietek Sasha-hoz. Azt mondta, találkozzunk az Arcadium plázában este 6-kor. De most van 6. Hát könyörgöm. Már rég elkéstünk. Arcadium pláza. Ez aztán tényleg pláza, tehát... Nem. Na mindegy, ez nem egy pláza. Na? Vajon hol lehet Sasha? Hol? Hát 6 előtt akart velem találkozni, azt hiszem. Hát jó, reméljük ad majd egy újabb lehetőséget. Most mi van? Most mi van? Lekéstem? Akkor menjünk haza? Hát most... Menjünk akkor haza. Tehát akkor holnap 6-kor. Oké, szóval most van 4 óra 31. Úgyhogy remélhetőleg odaérünk 6-ra. Most elindulunk. Húha, 17:30 volt. Nem tudom, hogy odaérünk-e. Oké, 17 óra 40 van. Úgyhogy most itt várunk? Megvan, ott van Sasha. Hogy nézel ki? Nem tetszik. De. Ó, de Csini. Na ne csináljuk már. Szia Vincent, tudod, értékelem, ha egy férfi tudja, hogyan kell használni a keményítőt, az öltözéked nagyon zajos lehetett a szárítóban. Ő köszi, azt hiszem. Nézzétek meg, milyen szép. És hogy most hogyan válasszunk, ha kéne választani, vagy értitek kettő közül. Előbb meg kell ismerkednem egy kicsit Sasával. Én értem. Szórakoztatás, viccmesélés, bókok. Azért próbálok mindent bevetni. Ölelés, baráti. Szórakoztatás, viccmesélés. Ha már itt vagyunk, nem bánod, ha felpróbálok ezt-azt? Ugyan végterés, egy butikban vagyunk. Hol, ha nem itt? Vincent, gyere, nézd meg ezeket a helyes rucikat. Na. Milyen helyes rucikat? Mondjad. Eddig is ez volt rajtad. Ó, ez borzalmas. Ugye milyen aranyos? Aha, persze. Nem. Na, ez jó. Na, ó, na és ez? Hát ez is jó. Ó, és ez a legeslegjobb, igaz? Hogyne? Tipikus férfi válaszok. Segíts! Mi? Nagyon szeretem a gyerekeket, Vincent, és te szerintem a gyerekeink igazán édesek lennének. Kapsz egy kis időt, hogy átgondold ezt. Ez a lány csak a pénzemre hajt. Valahogy véget kell vetnem a randinak, ahogy Sherman mondaná. Tök mindegy, bármit is jelent ez. Petunia ex machina. Bármit is jelentsen ez. Csak ez az én régi golf partnerem, Dr. Max Oglethorpe. Az egyetlen dolog, amit még a pénznél is jobban szeret, az a pénz elverése. Azt hiszem, Sasha és ő jól kijönnének egymással. Itt az ideje összeismertetni őket. Na, és hogyan? Mondjad, hogyan? Mutasd be Sasha-t. Doktor
akárkinek. Bemutatás Sasha. Köszönöm, hogy bemutattad nekem ezt a bájos ifjú hölgyet. Emlékszel az új grillsütőre, amit a legutóbbi kerti partimon használtunk? A tied lehet, én vettem egy még jobbat. Szuper. Köszönöm. Úgy fest, hogy, hogy ragyogóan kijönnek egymás elő ketten, én már mehetek is. Jó, összehoztunk egy szép párt. Jó van, az úgy. Otthon. Negyedik fejezet. Az Elrandin keresztül ismertem meg ezt a Sasha nevű lányt. Nagyon csinos volt, de egyértelműen csak a pénzre hajtott, így hát inkább bemutattam a golfpartneremnek, Dr. Oglethorpe-nak. Úgy tűnik, a doktor szereti az olyan nőket, akik értékelni tudják az élet jó dolgait, mint például a bankszámláját. Legalább Sasha őszinte volt a szándékait illetően, nem úgy, mint Samantha, akiről sosem tudtam, mit is akar. Úgy érzem, igazán hiányzik Naomi. Oké, szóval eddig három nő van, volt, lesz. Van, volt. Igen, van, volt Vincent életében. Sasha, Samantha és Naomi. Nekem nyilvánvalóan Naomi a legszimpatikusabb, szerintem nektek is egyébként. Neki állt még egy kaját csinálni, hát milyen egy éhen kóráz ez az ember. Hello, láttam az Elrandi profilodban, hogy imádod a Don Calamarit. Nekem is az az egyik kedvenc éttermem. Nem lenne kedved ott vacsorázni velem ma este? Alexa Star. Ez is jól néz ki. Hát igen, persze, szeretem a Don Calamarit, hogy ma este? Mit is mondtál? Hogy hívnak? Alexa vagyok, Alexa Star. Gyere át Donékhoz, egy kicsit később ott leszek. Egyszerűen imádom a kávéjukat. Nagyszerűen, de nevem Vincent Mo... Hello? Hello? A Don Calamari igazán kellemes étterem. Megyek, leporolom a smokingomat. Gondolom, itt át kell venni a smokingot, szóval. Alexa valószínűleg már a Don Calamariban vár. Jobb, ha sietek. Oké. Okay. Let's go. Irány a Don Calamari. Itt is van egy telefon, meg nála is van egy telefon egyébként, de mindegy. Hívás, taxi hívása. Don Calamari. A jó öreg Don Calamari. Itt kötöttem valamelyik asztalnál az első milliós üzletemet. Az igen. Itt is van Alexa. Ó, de kis cuki. Nesze semmi, fogd meg jól, de legalább a kedvenc éttermemben vagyok. Az ott van szeg Alexa a kávézóban. Elég helyes. Illetve egész helyes. Üdvözölni Alexát. Hello. Szia, nevem. A Don's kávéja fantasztikus, majdnem annyira, mint a Java kunyhóé. Nincs kedved csatlakozni egy csésze erejéig. Ez a csaj, látjátok, hogy remeg? Sok kávétól? Vagy mitől? Nagyon remeg. Szerintem a sok kávétól. Riado, ez a kávé valóban erős, muszáj elutam a mosdóig, méghozzá azonnal. Ennyi? Oké. Okay. Alexa szimpinek tűnik, ez a netes randizás akár működhet is. Ó, Samantha. Mi volt ez a kalamajka? Tetszik a frizurád, mit is mondtál, hogy hívnak? A nevem... Micsoda illatok, éhen halok, miért nem szerzel nekünk egy asztalt? Kísérjék asztalhoz. Oké, okay, valaki itt hagyott egy tortát. Amit én nem kértem, de mindegy. Minden olyan jól néz ki, lennél olyan kedves, hogy mindkettőnknek rendelsz. Oké, okay, rendelek mindenkinek. Várjál. Igen, mit rendeljünk? Konyha főnök ajánlata jó lesz. Terem! Ó, én kaptam egy hamburgert, ő meg valami szuflé-szerűséget. Tiédnek nincs valami fura íze? Kicsit úgy érzem... Végre most tisztességesen bemutatkozhatok. Vincent Moore vagyok. Örülök, hogy megismertelek, Alexa. Alexa, Alexa, jól vagy? Mi történt? Belealudtam az ételbe, úgy szégyellem magam, jobb, ha elmegyek. Alexa, várj! Hát igen. Mr. Moore, annyira sajnálom, hogy Don Calamarinál nem a legjobb benyomás érte. Remélem, mi? Kérem, fogadja el ezt az egyedülálló kávégépet, együttérzésünk lejeléül. Talán feldobja majd az eljövendő találkáit. Kösz, Don, az étel mint mindig nagyszerű volt, nem tudom biztosan, mi történt. Az egyik pillanatban még beszélgettünk, aztán hirtelen elaludt. Viszlát, Don, megyek haza. Jó, hát kedvesek. Ó, rendez a... Igen. Ezt elfelejtettem rendezni, de mindegy. Hű, ez a kávéautomata igazán klassz. Rendes fazon ez a Don. De milyen jó hazajönni, ezt a netes randi keresést, ez egész egyszerűen nem nekem találták ki.
Holnap valami más kell kipróbálnom. Mondjuk felhívni Naomit, vagy ilyesmi? 5. fejezet. Azt gondolná az ember, hogy Alexa kifinomult nő, de aztán képes volt lefejelni a tányért Don Calamari éttermében. Néha legalább kaptam egy ingyen kávéfőzőt az étteremben, de azt hiszem Alexának nagyon szüksége lenne rá, mielőtt teljesen kidőlne. Vajon Naominak van otthon kávéfőzője? Semmi baj nem volt ezzel a csajjal egyébként, csak annyi túl sok kávét iszik. Igen. Ennyi, hogy túl sok kávét iszik, és az, hogy belealudta a izéba. Mi ez? Tiki fákja. Na, viszont én úgy döntöttem, hogy ennek a résznek itt most vége. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és remélem tetszett nektek ez a rész, és velem tartottok a következőkben is. Legyen szép napotok, sziasztok!